Úgy vágott neki a bajnokságnak a nyírbátor, hogy lehetőség szerint valamennyi mérkőzését megnyerje, mivel a 6 NB2-es csoportból csak a 2 legjobb mutatóval rendelkező bajnok jut fel egyeneságon a jövőre már egy csoportos NB1B-be. A legutóbbi fordulóban a Bátor 41-30-ra vert a Hajdúnánást, és ez volt a csapat negyedik sikere, a Kisvárdával ugyanis döntetlent játszott Molnár András együttese. Mint Petneházi Zsolt, szakágvezető elmondta, nem egyszerű folyamat, hogy győzelmi kényszerben játszani. Mindenki tisztában van vele, a játékosok, vezetőség, hogy a szereplésünk akkor lesz igazán értékelhető, hogyha megnyerjük a bajnokságot, és hogyha reményünk szerint a legtöbb ponttal tudjuk ezt megtenni, hiszen továbbra is célunk az, hogy a jövőre az egycsoportos NB1-be szeretnénk följutni, és ehhez az kell, hogy az kellett volna, ami tulajdonképpen elkerülhető lett volna az osztályozó, úgy mint tavaly, hogy 100%-osan végezzünk a bajnokságban, de hát ez már ugye egy pont hiány már hibázik, de arra törekszünk nyilvánvalóan, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ha kell, az osztályozón kivívjuk a magasabb osztályt. A nyírbátoriak ellen általában kettőzött erővel küzdenek az ellenfelek. A listavezető dolgát betegségek és sérülések is nehezítik. Elveszítettük mindkét beállónkat sérülés miatt, elveszítettük az egyik balátlövőnket szintén sérülés miatt, ezért nagyon leszükült a keretünk, ugye hadrafogható játékosok tekintetében, így aktivizáltuk a nálunk igazolva lévő, de már most nem játszott húzamosabb ideje Illés Norbertet, aki csatasorba állt már az elmúlt hétvégén a Hajdúnánás elleni mérkőzésen, be is szállt a játékba, eredményesen 3 gólt lőtt, van mit ledolgoznia, hiszen ugye, mint említettem, aktívan nem sportolt, de majd bízunk benne, hogy utoléri magát, és a sérültek is egyszer majd fölgyógyulnak. A Nyírbátor szombaton idegenben a Tiszavasvári ellen lép pályára. A megyebeli csapatok közül a Kisvárda Berettyóújfalut fogadja, a Fehérgyarmat Kazincbarcikára, a Kálusemjén pedig a Deac 2-höz látogat.